Műsorunk még folytatódik, ezúttal a zenei mellékletünkkel, a Zeneterasszal, amelyben ezúttal egy jól ismert, de kiváló zenészt mutatunk meg Önöknek. Aki az imént játszott a stúdiónk feletti teraszon, Szabó Tamás szájharmonikás volt, nem művész. Azt mondta, hogy ezt nem mondhatom. Nem miért? Művész. Miért? Hát, ha nem te vagy a művész, akkor ki? Ez a szájharmonika az annak idején, illetve hát maga az, az egész hangszer, az egyszerű embereknek a hangszere volt. Hát szó szerint most nevezem, parasztok kimentek a mezőre, a szünetben, meg délelő a szalonnak utána elkezdtek játszani egy kicsit, és a többi, és a többi. Akkor az nem is lehet művész, aki egy ilyen egyszerű hangszeren játszik? Nem, csak hogy ez a maga művész szó nekem annyira távolságtartó, érted? És majd nem tudom, én az operettszínházban elfogadom, meg nyilván megvannak a opera, ott is elfogadom, sőt, még a színészeknél is elfogadom. De én azt gondolom, hogy én nem tartozom oda. Jó van, elfogadom ezt a kötelező szerénységet. Mit hallottunk ráhangolódásképpen az imént? Presser Gábornak az egyik szerzeményét gyakorlatilag a Szabadságdalt, amit az Orán interpretált annó az egyik lemezén, abból egy zenei gondolat volt, és ezt próbáltam egy kicsit tovább vinni. Ez csak egy feeling, egy kis ízt szerettem volna. Na, majd a főmű, majd a beszélgetés után jön, ugye? Igen. Na most a szájharmonikáról megpróbáltam néhány dolgot megtudni, én legfeljebb csak élveztem a hangját. Azt olvastam, hogy a szájharmonikát a bravúrra játszó zenészek választják. Igaz ez a megállapítás? Biztos vagyok benne, hogy nem. Megmondom miért, mert ahogy ugye elmondtam, hogy ez egy egyszerű hangszer, ezt annak idején bármilyen hihetetlen is, bár ez szerintem azért nem annyira hihetetlen, főleg ma, amikor minden kínai, mindenről kiderül kínai, tehát a harmonika is kínai. Az eredeti harmonikának a neve úgy hívták, hogy Sheng, és az is pontosan az egyszerű embereknek született. Ezek nátsípokból készült, ilyen nagyon érdekes alakú hangszer, és ezek a nátsípok szólaltak meg, és akkor eltelt 2000 év, hip-hop, jöttek a németek, csináltak belőle egy olyan változatot, aminek alapján ma is gyakorlatilag az összes modell vagy gyártó alkalmazza azokat a skálákat, vagy azokat a technikai megoldásokat, amiket annó a németek kitaláltak. Szóval tehát ez tényleg egy olyan hangszer, hogy ez közve, tehát az ember ide teszi a zsebébe, elfér, mert pici, és magával cipeli, és egy csomó olyan energia van abban a kis hangszerben, hogy bárhol elő tudja venni, és játszhat, és azt játszik, amit akar, és nem fogja senki sem megszólalni, hogy jaj, az mellé ment. Például azt észre sem lehet venni, ha mellé fújsz? Dehogy nem. Dehogy nem, de ez bocsánatos bűn. Azért, mert ez egy játék is valahol. Tehát a zenéről nagyon ritkán beszélünk úgy, hogy ez egy játék. De a zene az egyre inkább kategorizálva van. Magyarán szóval tudományos alapokra van fektetve. Nagyon sokszor megszabályai vannak, vagy adott esetben a bizonyos snob utalások vannak rajta, és irányítják. Legritkább esetből van arról szól, hogy akkor most kicsit játszunk a hangokkal. Na és akkor mi van, hogyha félrement az a hang? Az is benne van a játékban, nem nyertem. Te, és úgy alakult, hogy a szoros viszonyod lett a szájharmonikához, hogy gyerekkorodban már elkezdted? Nem is tudom, hogy hol találkoztam igazából elsőnek a harmonikával. Én annak idején rajzosnak, így grafikai úton, pályán indultam, és nagyon szerettem volna, híres, nagyon szerettem például Vazarelli, tehát nyilván gyereknek, vagy ami megfogja, vagy a japán festészetet, azt valamiért nagyon befogadó voltam rá. De hát nem sikerült ez a féle vonal, és akkor
Valami közöm volt egyfolytában, mert gyerekkoromban hallgattam a rádiókat, és tehát a rádiókat, csatornákat, tehát volt a Petőfi Rádió, a Szevasz, tehát hogy később ugye megjelenik a Bartók is, de hogy igazából azokat a műsorokat, amit megfogtak engem, Sláger Múzeum, meg nem. De tudom, miért pont a Szájharmonika fogott meg? És akkor már azt mondom neked, hogy és akkor elkezdtem zongorázni, akkor elkezdtem pozánozni, azt honnan, nem tudom, hogy honnan jött a pozán, meg nagyon szép volt a mandolin, aztán kiderült, hogy ez a 8 húr, az nagyon sok nekem. Szóval és akkor már azt mondták anyámék, hogy nem veszünk neked több hangszert, fiam. Hagyjad már ezt abba, és akkor és én nyomdaipari szakközépiskolába jártam, és az első szakmunkás nyári gyakorlatomnak az összegéből elmentem a Triábort előtt, ezek már ugye nem létező boltok, ki volt téve egy harmonika, megvettem, és abban a pillanatban éreztem, hogy ehhez van közöm, és azóta semmi, tehát tényleg ezt foglalkoztat. Miben áll a sajátos, csak Szabó Tamásra jellemző játékstílus? Nekem nagyon fontos az érzelmi szál. Mindig is fontos volt az érzelmi szál, és egyre inkább, távolodok attól a technokrata megoldástól, amit ma a zenészek nagyon szeretnek. Tehát ezt úgy kell értsem, hogy tehát minden alkalommal, akármit is játszol, nem improvizálsz, hanem előre megírt művet, akkor is azt úgy értelmezed, ahogy éppen akkor érzel? Igen. Nagyon ritkán tudom leduplikálni sablonszerűen ezt a dolgot. Jó pár éve írtál egy könyvet a szájharmonikáról. Ahogy én ennek utána néztem, ez egy tankönyv volt szájharmonikázni tanulók számára. Tehát az az egykori egymásra találás a hangszerrel, az aztán odáig fajult, idézőjelbe azt, hogy fajult, hogy tankönyvet is írtál belőle. Most ezt meg lehet úgy tanulni, szájharmonikázni, hogy tankönyvből? Nem. Akkor? Ez egy jó kérdés volt, megint csak. Egyáltalán ebben a kis hangszerben van egy tankönyvnyi? Van, nagyon sok van. Ez fantasztikus karrierje van ennek a hangszernek, ezt nagyon kevesen tudják. Ez a hangszer 10 év alatt akkorát fejlődött, és technikailag is, és mindenhogyan az a hangszerek között, mint talán nincs is olyan hangszer, ami ekkorát lépett volna már előre. Már technikailag? Nem csak technikailag, hanem igen, szerkezetében és dizájnjában, és mindenhogy. Tehát a 70-es években nagyon meg volt szorulva, és azóta meg egy ilyen óriási fejlődés van. A többi hangszernél nincs ekkora látvány, és most meg látványosság. És most meg ez a hangszer, ennél a hangszernél viszont nagyon nagy a látványosság szerintem. És amit tanítani lehet ebből, tehát szóval egyáltalán semmilyen hangszert nem lehet megtanulni tankönyvből. De YouTube csatornásról se lehet. Tehát nagyon sokan nekiállnak arról, mindenféle sztárnak a okos gondolatait meghallgatják és megpróbálják otthon. Nem. Ez személyes kontaktus. Magyarországon a harmonikázást nem nagyon tartották semmire. Pedig, és akkor itt egy nagyon pici történelemmel szeretnélek untatni, 1940-es években már voltak olyan sztárok, mint a Pősz József, akik világsztárok voltak. Csak kicsoda? Pősz József, világsztár, csak ők az akkoriban az volt a divat Magyarországon, hogy a cirkusz világba sorolták be, mert tehát nem tudták hová tenni őket, és akkor ilyen úgynevezett fehér galléros artistának nevezték őket, de őket vitték Angliától. Ő főszám volt, tehát kiállt, és bizony, pusztán azzal, bizony, hogy szájharmonikázott egy cirkuszi pontosan, közegben. Pontosan, és nem csak, tehát nem ízét képzeljél, mint hanem nagyon virtuóz. Igen, hanem rendes, nagyon komoly darabokat is játszott a feleségével, ráadásul együtt, tehát ketten voltak. És ennek nagyon sok nagyon nagy múltja van, mert aztán később kialtak a magyarországi szájharmonika zenekarok, a legismertebb talán az ABC szájharmonika, ezt még az idősebbek biztosan. Ha jól feldolgoztad a történetiségét, azt mondhatom, mindent tudsz olyan róla. Szinten, hogy igen, én azt gondolom, hogy ezt tartom a legfontosabbnak. Tehát az, hogy Magyarországon ennek a hangszernek 1910-es évektől kezdve fel tudom fejteni, hogy mi történt itt, ez kevés hangszernél van így Magyarországon, mert nem foglalkoznak ezzel. Zsikerből nem a színesbőrűeknek megy a legjobban a szájharmonikázás? Én is onnan tanultam. Tehát az én példaképeim színesbőrű szájharmonikások voltak, nagyon szeretem őket mai napig is, de nem. Megtapasztaltam később, hogy voltak olyan fehér harmonikások, akik klasszikus zenő, a Larry Adler, akik Bernstein szimfóniát játszottak meg. Én nem is tudom, tehát elképesztő tudású harmonikásokat vannak a világban, és voltak, és
Amikor azt mondod, hogy művész, akkor ezért is érzem azt a kisebbségi érzést. A szájharmonika műfajilag nem a blueshoz kötődik elsősorban? De ez így van, ahogy mondod, Magyarországon ehhez kötjük is, de játszanak rajta flamenkót is, meg tangókat, meg jazzt, meg kortárs jazzt, meg nem tudom én mit, szóval mindent el lehet játszani. Én azért azt gondolom, hogy ez a harmonika, amit itt a kezembe tartok, ez a nagy testvér, és van ennél sokkal kisebb is, amit inkább ugye tehát hány szájharmonikád van, és hány fajta létezik? Hát nem számolom, de sokféle van. Ezek hangzásában különböznek? Azért kellenek a különböző részint és hangnemekben, igen. Ezek ilyen technikai kérdések, hogy miért van egy szájharmonikásnak 150 harmonikája. Neked is annyi van? Nekem nem tudom, rengeteg van. Egy biztos, hogy kicsit olyan hogy mondjam, kleptomán leszek ezektől a dolgoktól. Tehát kell nekem, nyilvánvaló legálisan, de megveszem. De hogy van már olyanom, de az sem akarom, hogy másé legyen. Tehát mániákosan gyűjtöm ezeket a dolgokat, mert szép, mert az enyém, meg bigyó, meg nem tudom, lehet, hogy nem is szól már, de hogy ezek nagyon fontos dolgok. Nem akartál soha világhírű szájharmonikás lenni? Nem. De ne szerénked most ezt el, komolyan kérdezem. Nem. Aki így tud játszani, mint te? Másképp kellett volna szocializálódnom ahhoz, hogy én mondjuk azt a féle világsztárságot meglépjem, amit esetleg most így felhoztál. De benned volt a lehetőség minden szerénység nélkül? Nem. Nem tudtál úgy játszani, mint a legnagyobbak? Nem. Vagy nem tudsz úgy játszani? Nem. Nem tudok úgy játszani. Mi a hiányod hozzájuk képest? Sok minden. Nem tudom, kitartás. Tehát megtanulok bármit, meg nincsen, de kitartás és a fegyelmezettség az egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy van egy szellemi szabadságod, ami engem mindig is motivált, meg van az érzelmi többlet, amiről beszéltünk, az egy nagyon szép és kerek dolog. De ez csak akkor nyert igazán érvényt, amikor megmutatod azt is, hogy mennyire fegyelmezett vagy. És én egy nagyon fegyelmezetlen ember vagyok. Ez hol játszik a játékodon? Hol látszik ez? Amikor kötött dolgok vannak, és akkor kötöttem meg, és akkor 850-szer ugyanazt a kötött témát kéne megjátszani. És nem tudom megtenni. Nem, meg tudom tenni, de nem lesz jó. Ez a hangszerhez, a működtetéséhez jó sok levegő szükséges? Egy bizonyos kor után, mert ugye hát nagyon kell fújni. Hát ezt láttuk már most itt az előző játékodban is, látni fogjuk majd a beszélgetés után is. Szóval egy bizonyos kor után, amikor szűkül a tüdőkapacitás, és fogy az ember levegője, technikailag nem lesz hátrányosabb helyzetű a fiatalabb szájharmonikásokkal szemben? Azt hiszik, hogy nagy tüdő kell hozzá, nem. Fél tüdővel is lehet játszani. Nem, ez egy légzés technika, amit az ember megtanul. Tehát ugyanúgy, mint a jogásoknál is van egy légzés technika, és akkor utána úgy csavarják magukat, vagy addig tartják bent a levegőt, ameddig nem szégyelik. Szóval én igazából ugyanez van itt is. Soha nem szédülsz, amikor hatalmas levegővel szájharmonikázol? Én például már ott tartok, hogyha föl kell fújnom egy léggömböt, abba is beleszédülök. Csak eljutott abba az eszembe. Én is. Igen? Igen, mert igazából nem fújjuk a hangszert, hanem leheljük, és a lehelés az más. Tudod, amikor ez kicsit úgy kell elképzelni, hogy az embernek fázik a keze, és akkor a lehelés na az jó, nagyon de, puha ott voltam valami. A próbán, amikor ezt a mindjárt következő számot elpróbáltad, hát szinte hallatszik a levegő vételed, mint hogyha nem is azt mondom, kapkodsz a levegő után, de hogy akkorát kell belenyomni. Ezt fogják majd hallani mindjárt a nézők. Hát igen, akkor ez mégiscsak a levegő. Ez szándékos volt, őszintén megmondom. Ja, hogy a szándékos megmondom, lesz. Igen, pontosan. Tehát az, hogy a levegő, ahogy az embert elhagyja, annak is van egy zenéje, ennek a hangnak is meg kell születni. Az a hang nem akkor születik meg, amikor a külső hallgató hallja. Annak a hangnak van egy olyan része, amikor elindul, amit még én sem hallok, de már megindul, aztán amit én hallok, utána amit a hallgató, és ez ugyanígy elhal. Tehát ez egy nagyon szép ív, és ehhez hozzátartozik a levegő. És a levegő ez a féle
lihegés is benne van a játékban. Tehát, hogyha én például egy stúdióba, profi stúdióba játszok, akkor sokkal nagyobb csatazaj van a levegők miatt, mint amennyi hang van. Csak nyilván valamikor az ember feltesz egy lemezt, és meghallgat egy számot, és ott van egy zenekar, akkor többi hangszer ezt lefedi. De alapjában véve benne van a hangszerben. Most, amit hallani fogunk a beszélgetés után, az egy tiszta rögtönzés? Igen. Szabó Tamás szájharmonikással zárjuk a mai műsort. Jövő csütörtökön este ismét itt leszünk.